A BEM iskolába 550 tanuló jár. A testhőmérséklet ellenőrzéshez szükséges eszközöket az iskola időben megkapta, illetve megvásárolta. A diákok közt a lázméréssel kapcsolatos információkat már a hét elején ismertették, így október 1-én már mindenki tudta, hogy melyik bejáraton kell az iskolába érkeznie. Az aulánál, a főbejáratnál, illetve a testnevelés szárny folyosóján engedjük be a gyerekeket. Itt az alsósokat engedjük be, a testnevelés szárnynál pedig a felsősöket, és mind a két helyen 3-3 pedagógus, asszisztens, vagy éppen a portás az, aki méri a testhőmérsékletet. Már szeptember utolsó napjaiban elkezdték teszt jelleggel a napi szintű testhőmérséklet ellenőrzést a pedagógusok, hogy mire az kötelezővé válik, már zökkenőmentesen menjen a folyamat. Mi vásároltunk testhőmérsékletmérőt, és csináltunk próbát, még mielőtt egyáltalán szóba került az, hogy hőmérsékletet kell mérni, gondolván arra, hogyha az intézményben valakinek megemelkedik a testhőmérséklete, azt tudjuk gyorsan mérni. És a főpróbánk az még a bejelentés előtt történt, hogy az intézményekben kötelező lesz a mérés. Itt az aulába hajtottuk végre, de már akkor láttuk, hogy a 3 darab testhőmérsékletmérő kevés lesz. Az se jó, hogyha egy oldalon, tehát mondjuk csak a főbejáraton engedjük be a gyerekeket, mert ez tumultus, torlódást okozott, és ugye pont a torlódást kell elkerülni. Reggelente 6 pedagógus ellenőrzi a testhőmérsékletet 2 bejáratnál. Ha valakinek hőemelkedése van, azt még nem küldik azonnal haza. A protokoll a leadott utasítások alapján, hogy 37,8 Celsius testhőmérséklet, illetve a fölött leültetjük a gyermeket, akkor egy negyed órát várunk azzal kapcsolatban, hogy változik-e a testhőmérséklete, mert ezt is tapasztalatból tudjuk, hogy ha futva jött a gyerek, ha bármi ilyen felhevült testhőmérsékletet mérünk, akkor ez magával hordozhatja azt, hogy megemelkedik a testhőmérséklete, és akkor utána újra mérjük. Ha utána 37,8 alá megy, akkor természetesen jöhet iskolába, ha pedig fölötte, akkor szólunk a szülőnek. A gyerekek az ellenőrzés után már rutinosan a fertőtlenítő pontokhoz mennek, és szakszerűen használják a készfertőtlenítőt. A maszk helyes viselése sem okoz gondot, anélkül szinte senki sem érkezik már az iskolába.